Sziasztok! Régóta szemezgetünk már az ilyen függő székekkel, vagy függő kosarakkal, ki hogy nevezi. Függő székünk egyébként van, sőt ugyanott vásároltuk, ahol most a függő ágyat is vásároltuk, ez egy jó minőségű anyagból készült, viszont mindig probléma, hogy hova akasztuk azt is föl, ugye főként fára tudtuk felakasztani eddig, de most nagyon jó áron volt az Osamban ez a Garden Star nevezetű függő kosár, és 84 ezer forint helyett 69 ezer 900 forint, ez 70 ezer forintért volt meghirdetve, és azért, hogy ne kelljen az autóval küzdeni, hogy befér, nem fér, ez egyébként sanszos, hogy határeset lett volna az Ioniqnak, és mivel az áruházakban nem is volt elérhető készlet belőle, csak online volt rendelhető, ezért online rendeltük meg az utolsó pillanatban, az utolsó napon, tehát sajnos, ha már keresitek, akkor nem találjátok majd ezen az áron, és valószínűleg a 84 ezer forintos teljes ár lesz, amin megkaphatjátok, és az én 185 cm-es magasságommal nagyon nehéz volt találni olyat, ami nem kényelmetlen és tényleg kényelmes. Ez sem lesz az egyébként, tehát ez is egy kicsit át kell majd, hogy alakítsuk. Méghozzá majd itt talán a képen látszik, tehát ahol a fejünk hozzáér, ott azt az egyik ilyen merevítő bordát, azt majd egy csapszegvágóval kivágom nagy valószínűséggel belőle. De ez volt a legkényelmesebbek egyike, amit találtam a piacon, és nagyon drágák. Tehát vannak 60 ezer forintért hirdetve újak az interneten, amit főként a román árusok árulnak a piacokon is, hát ezeket nem javasolnám. Tehát megnéztünk mi is egyet, ez egy potya út volt, amiért elmentünk, mert még rosszabb volt a helyzet, tehát abba is bőven beleütöttem a fejem. Ott az volt a biztató, hogy nem voltak ilyen hálók rajta, hanem gyakorlatilag csak függőleges ilyen merevítések voltak benne, de az egy csőből hajlított, recsegő, ropogó hangot kiadó valami förmedvény volt, úgyhogy ezt sem javaslom nektek. Amik már magas embereknek jók, azok ilyen 200 ezer forint fölött kezdődnek, és ott nincs ez az íve ennek a kosárnak, hanem ott csak egy félkör ív van alul, és úgy van fölfüggesztve. De ennyi pénzt pedig már nem szerettünk volna rászánni, tehát ez volt a maximum, amit szerettünk volna erre áldozni, mert nagyon-nagyon jó. Hogyha szeretnétek ilyen idézőjelbe téve nulla gravitációs térben lebegni, akkor egy ilyen függő kosár az tökéletes megoldás, és nagyon el tudtok benne lazulni. Mi is ezért vásároltuk, és ezt a videót most nem is azért készítem, hogy egy unboxing videót készítsünk, vagy egy összeszerelési útmutatót, mert szerintem nem kell hozzá egy sebészet, hogy ezt összeszerelje valaki. Azt viszont meg fogom említeni az összeszerelés után, hogy mi volt, amiben elakadtunk, vagy mi volt esetleg, amire oda kell figyelni, de egyébként nem készítek róla videót, csak amikor már elkészült és össze lesz rakva, akkor megmutatjuk, hogy milyen lett a végeredmény. Szerintem ez az egyik legkényelmesebb egyébként, ami a piacon kapható. Szerintem több helyen is majdnem ugyanazt árulják, de 129 ezer forint, 120 ezer forint, tehát ez már a 84 ezer forint is azt gondolom, hogy nagyon jó ár volt, de ez a 70 ezer forint, ez parádés. 2 ezer forintért szállította ki az Osan, és már itt volt mennyi? Két napon belül? Igen, kettő napon belül meg is érkezett, és ugye számoltak rá nagy méret miatt egy 1000 forintos felárat, tehát 2000 forintba került a szállítási költsége. Ennyiért nem is lett volna érdemes beülnünk az autóba, mert csak Budapesten lehetett volna átvenni, tehát az egy 7-8000 forintos költség, még villanyautóval is legalább egy 3000 forintos költség fölmenni érte Budapestre. Na, de szereljük is össze, aztán megmutatom nektek, hogy néz ki ez élőben. Nos, csak nem tudjuk megállni, hogy ne videózzunk itt ebből a dobozból, mert nagyon-nagyon profi módon van össze rakva. Nézzétek meg, ki van perforálva, hogy hova kerülnek a csavarok, és mondja a feleségem, hogy ez ilyen nőknek való összeszerelési útmutató, tehát minden nagyon precízen le van benne írva, úgyhogy ez tényleg tök jó. És nézzétek meg, milyen frankon, ilyen buborékos csomagolásban be van minden csomagolva, hogy ne sérüljön. Ugye ez sajnos a Herkules ágyunknál nem így volt, úgyhogy ott össze is verődött a szállítás közben. És mindig hiányoljátok a ne pazarolj hozzáállást a videóból, hát most láthattok egyet. Nem akarom eldobni ezeket, elvágni ezeket a rögzítőket, és itt hátulról, hogyha benyúltok egy csavarúzóval, és azt a kis fület, ami megakad benne, azt benyomjátok, akkor ki lehet szépen húzni. Csak ezt egy kézzel így most nem tudom nektek mutatni. Ugye megfogja a feleségem. Tehát innen hátulról kell sajnos ezt benyomni. Így. És gyakorlatilag meg tudjuk menteni
ennyi egy mozdulat az egész, és itt van megmentett rögzítőfül. Nos, ahogy az már lenni szokott, természetesen megint ránk sötétedett, úgyhogy így néz ki a függő kosár, függő szék, ki hogy nevezi. És nagyon-nagyon praktikus volt egyébként összerakni, nagyon-nagyon praktikus módon, és tényleg le a kalappal a gyártó előtt, hogy ennyire gondoltak rá, hogy ezt húsvér emberek fogják összerakni, és mindenféle mérnöki végzettség nélkül, mert még az a csavar is be volt jelölve, ami nagyon vigyázni kellett rá, hogy ez egy picit hosszabb, mint amilyen a többi csavar, és még az is be volt jelölve rajta, úgyhogy marha egyszerű volt összerakni, és nem is kell kivágnom, elvágnom belőle, hanem így tök jó megtámasztja a fejemet a párna, és nincs is szükség arra, hogy itt bármit átalakítsunk rajta. Elvileg 100 kg a teherbírása, de simán többet bír, tehát ez, amit néztünk egy másik helyen, tehát amit 60 ezer forintért akartak adni, az sokkal kevésbé volt súlyos, és sokkal kevésbé volt ilyen vastag anyagból, mint ez. Tehát ez tényleg nagyon vastag csőanyagból készült, úgyhogy nyugodtan merem ajánlani nektek, hogy ezt érdemes megvásárolni, mert ez egy jó megoldás, és egy jó darab. Masszívnak is tűnik, itt vannak azért kisebb elcsúszások, ezen majd lehet, hogy korrigálni kell, ahogy összecsavaroztam. Ezt a merevítést akartam egyébként innen kivenni, mert nekem fölír idáig a fejem, ugye a feleségemnek nem is ér föl idáig a feje, ő 171 cm magas, én 185 vagyok. Lehet állítani a lánc magasságán, hogyha akarunk. Úgyhogy erre majd kipróbáljuk a függőszéket is, csak most ki kell vennünk döncikéből egy kullancsot, úgyhogy most, amíg világos van, gyorsan megyünk. Itt van a csúnya kullancs. Nos, itt van az a fránya kullancs, ami döncikében volt. Sajnos most már megjelentek a kullancsok is, úgyhogy rövidre kell vágnom a füvet mindenhol, mert döncike, ahol beszimatol, ott összeszedi a kullancsokat. Sajnos a macsekokban is elég sok van, úgyhogy kapni fog most egy olyan nyakörvet, vagy egy olyan cseppet, polvacseppet, ami ezeket távol tartja tőle. És most nézzük meg így lámpafényben is ezt a függő kosarat. Nagyon tetszik még az is, hogy minden egyes csavar az ugyanolyan antracit színű, mint amilyen a maga az anyaga ennek a váznak. Tehát ez is egy tök jó dolog, hogy nem fémszínű csavarokat tettek bele, hanem tényleg erre is ügyeltek, hogy az se üssön el magától a függő széktől, függő foteltől. Na, hát így néz ki. Viszonylag könnyű volt összerakni, szerintem tök jó masszív darab, és tényleg nagyon szép, és mindenre ügyeltek, ez egy tök jó mérnöki tervezés, úgyhogy nagyon nagy dicséret azoknak a mérnököknek, akik ezt megtervezték, és a gyártóknak is, mert ez végre egy olyan darab, amire azt tudom mondani, hogy ez igen, ez megérte az árát, és ez tök jó van összeszerelve. Hát ezt nem lehetett elmondani sajnos, amit itt látok erről a hintahágyról. Ott ugye nem voltak rajta például ezek a műanyag, ilyen távtartók, amit itt láthattok a lábán is ennek a függőszéknek, függőkosárnak. Jó a kidolgozása is, nincs megsérülve, jól be volt csomagolva, sőt mondhatom, hogy nagyon-nagyon praktikusan volt becsomagolva is. Nem tudok benne hibát találni most. Ez nagyon ritka, hogy az ember nem tud hibát találni a mai termékekben, de tényleg így van. Tehát örülök neki, hogy van ilyen gyártó, aki ilyen tök jót tud gyártani. És tök jó az is, hogy itt van egy rögzítő csavar is külön, és van egy átmenő csavar, és ez furcsa is volt, hogy olyan furcsán mozgott, de aztán rájöttem, hogy ott van egy ilyen rögzítő is. Itt is masszív módon megvan oldva az összeszerelése, praktikus a csomagolása is, tehát tényleg nem tudok benne hibát találni, nem is keresem tovább. Ennyi volt ez a videó, hogyha nektek is tetszik, és kerestek ilyen függő kosarat, függő fotelt, akkor ezt jó szívvel ajánlom nektek. Döncike nem fedezte fel, hogy valami új dolog van a portán. Ez meglepő. Simán elment mellette. Köszönjük szépen a figyelmet, legyen szép estétek, sziasztok!